magát, parancsnok. Azon leszek őrmester. Hát ez mit szól? Bizony, ez gól, őrmester. Hát akkor középkezdés. Na, gyerünk. Azon kívül egy zavaró tényező. Szia, Pityke! Szia, Kukucs, mi van? Én nem akarok pánikot kelteni, de a helyzet az, hogy megint kirándulni megyünk a zsiráfőrsel. Jaj, a zsiráfős. Ajajaj, miért pont ma vagyok ügyeletes? Hát, ha most nem lesz semmi baj. Figyeljetek, srácok, ezt a sziklát innen feltétlenül le kell gurítanunk. De miért? Miért gurítanánk le? Miért? Hát utána megyünk, és közben fogadunk, hogy mi mindent tör össze. Ja. Na, gyerünk! Na, fogd meg! Na, segíts! Na, egy kicsit gyorsabban! Na, még egy kicsit! Na most, gyorsabban! Még egy kicsit! Mi nem menjünk? Miért? Sokkal jobbat tudok. Nézd csak, mit vettem észre az előbb. Ott! Látod? Egy barlang. Látom. Gyere, nézzük meg! Na, gyere már! Hát mit félsz? Semmi, csak egy denevér. Csak egy denevér. Szeretem az ilyesmit. Csak egy denevér. Hát persze. Na, tovább megyünk? Persze, hogy tovább megyünk. Minek nézel te engem? Ezt a barlangot egyébként ezennel elnevezem a felfedezőjéről Kukucs barlangnak. Szüszi, vigyázz! Úgy látom, hogy itt valami lyuktátong. Látom! Most mi lesz? Nem tudom. Ha csak ide néz. Ezt a múltkor, amikor Pityke megmutatta, elfelejtettem visszaadni neki. Elfelejtetted? Igenis elfelejtettem, vett tudomásul. Haló, itt Kukucs. Kukucs hívja Pityket. Pityke, jelentkezzék, Vétel. Itt Pityke. Na mi van? Vétel. Baj van. Számítottam rá. Bemásztunk egy barlangba ketten Szöszivel, itt a marosírtáson, és beleestünk egy lyukba, és nem tudunk kijönni. Ja, jó, rosszabbat vártam. Maradjatok a feneketeken, mindjárt intézkedem. Te tudod, hogy hol vagyunk? A fene, persze, hogy nem tudom. Na, várjál csak, majd kitalálok valamit. Az URH adóvevőért meg még számolunk. Miért? Hát te adtad ide. Azért, hogy megnézd, nem azért, hogy zsebreted. Te meg elfelejtetted, és különben is most jól jön. Na, most már aztán elég. Vége! Halló, jó napot kívánok. Pityke őrmester vagyok, a barlang kutató szakosztályt hívtam. Téves, ez hal eled elosztó központ. Elnézést kérek. Ne tedd le, csak vicceltem. Te vagy az, Kati? Hát te hogy kerülsz oda? Csak nem vagy barlangász. Eltaláltad, első osztályú? Na hát, sosem mondtad. Nem kell neked mindent tudnod. Egyébként, ha eljöttél volna múltkor a diszkóba, ott elmondtam volna. Igen, hát egy ilyen lánynak a diszkóban a hely... Na igen, na, ide figyelj, két gyerek benrekedt egy barlangban, de fogalmam nincs, hol vannak, és nekik sem. Nem tudom, hogy lehetne őket megtalálni. Nem tudsz valami jelt, vagy valamit, amit elmondhatnának, és abból rájönnénk, hogy hol vannak? Figyelj ide, én majdnem minden barlangban ismerek egy csomó denevért, jó barátaim. Ha az a két srác egymás után kiabál denevér neveket, és esetleg valamelyik oda megy hozzájuk, akkor abból megtudhatom még azt is, hogy melyik vágatban vannak. Kezdjük mondjuk Settenkével. Kiabálják azt, hogy Settenke? Értem, Settenke. Várj, maradj vonalban. Halló, Kukucs, itt Pityke. Pityke hívja Kukucst. De jó, hogy hívsz, Pityke. Most vettük észre, hogy nem vagyunk egyedül. Itt horkol valaki. Nyugalom. Igen. Így már más, maradjatok csöndben. Hallom. És én még azt akartam, hogy kiabáljátok, hogy Settenke. Settenke. Kár. Nem békülök, hiába becéznek, Settenke így, Settenke úgy. Pityke, halló, Pityke, ide jött egy denevér arra, hogy Settenke. Segít ez valamit? Hogy segít-e, hogy Setten? Mi az, hogy? Nagyszerű. Csak egy kicsit legyetek türelemmel. Kihozunk benneteket. Vigyázzatok! Szia, Settenke! Mondhatom, kedves! Nagyon szeretem az ilyesmit. Csak úgy Settenke, igaz? Semmi tisztelet, semmi megbecsülés. Szevasztok! Na mi van? Csak úgy itt vagy. Semmi. Még alszik.
Pityke küldött, ugye? Aha, hol van? Miért nem hívott minket Pityke? Van rádió. Most más dolga van. Hallgass már. Szóval, hol van? Arról jön a hang. De ronda. Ez tényleg betörő. Egy kicsit várunk mi, csak egy pár másodperc, aztán mindjárt. Mit mindjárt? Mindjárt kezdődik az akció. Hírlap, esti hírlap, orriási szenzáció, Rács mögött az elvetemült betörő, ma délután a Balázs barlangon a rendőrség a lakosság bevonásával rajta ütött az évszázad betörőjén. Hírlap, esti hírlap! Sikerült? Na, gyerünk gyerekek, lassan elindulunk mi is. Késik. Nyugi, mindjárt jön. Aha, üdvözlöm, kedves Petromák úr. Rég láttuk egymást, hogy van mindig? Nem is tudom. Elvezetni. Végre. Kiszabadultunk. Kösz, Pityke. Kutyámat is elhoztam. Kösz szépen. Ugyan, ugyan. Nem tesz semmit. De mi a fenének másztatok be abba a barlangba? Gondoltam, felfedezzük. Ti csak ne fedezzetek fel semmiféle barlangot. Nem a ti dolgotok. Különben abban a barlangban nincs semmi érdekes, és ráadásul veszélyes is. A másik nyilását most temetik be éppen. Aztán majd ez kerül sorra. Na, úgy látom, ezzel már nem lesz gond. Most az egyszer hasznosan sült el a haszontalanságtok. A kirándulásaitokat pedig a jövőben egyeztessétek a szabad napjaimmal. Veletek megyek!